szükséges eszközök, egy műanyag tartócső, rudmágnespár és mágneses gyűrűpár. A két rudmágnest helyezzük egymás fölé a csőbe úgy, hogy azonos pólusaik egymás felé nézzenek. A felső mágnest toljuk le lefelé, amennyire csak lehetséges. Majd engedjük el. Azt tapasztaljuk, hogy az azonos mágneses pólusok taszítják egymást. A taszítás itt elég erős ahhoz, hogy a második mágnes lebegjen az első fölött. A taszító erő egyenlő a lebegő mágnes súlyával. Ezt a mágneses lebegtetést alkalmazzák Németország, Japán, Kína mágneses vasútjainál. A mágneses taszító hatás bemutatható a mágneses gyűrűpárral is.